Hova akasztjuk be a pórás szerinted? Ide mondjuk? És csak itt van a karabiner, Maja. Ezt a karabinert, egy póráz, ide akaszt, be tudod akasztani? Húzd le azt a kis pöcköt. Úgy, nagyon ügyes vagy. És tartom neked. Nagyon szuper. Maja a terápiás app szelíden tűri, hogy ez a kislány pórást csatoljon rá. Ez is része annak a feladatsorozatnak, amit a gyerekeknek el kell végezniük a kutyával. Ez a látszólag egyszerű mozdulat azonban nagyon is fontos, hiszen a gyerekeknek a kézügyességét, a finom motorikáját igyekszik fejleszteni. A kutyás terápia napjainkban nagy népszerűségnek örvend. Segítségével játékosan és hatékonyan lehet fejleszteni a mozgási, érzelmi, szociális és gondolkodási funkciókat. A bátaszéki óvoda Lovacska csoportjának szülői gárdája volt az, akik egy jótékonysági licit alkalmával megnyerték, és bátaszékre hozták a kisovisoknak ezt a kutyás programot. Volt több program felajánlás ebben a licitben, de az óvónők már korábban, amikor volt egy hasonló megmozdulás, akkor már aktívan részt vettek a licitbe, de akkor sajnos lemaradtak róla, és mikor meglátták, akkor a szülők azonnal rácsaptak a lehetőségre. Ők egyébként egy nagyon mozgékony csoport, nagyon fontosnak tartják a gyerekek és az állatok kapcsolatát. Gyakran járnak a lovardába is, ott ugye a lovakkal ismerkednek, és így most Majával a kutyával is. Kutyával egy mosolyért alapítvány közreműködésével vehettek részt a gyerkőcök a foglalkozáson, ahol először összebarátkozhattak Majával a kutyussal, megtudhatták, hogy milyen az élet egy kutyaiskolában, és mit jelent a felelős állattartás. A kutyával való játékos interakciók során elősegítik a helyes társas viselkedést, így javítják a gyerekek közösségbe való beilleszkedési készségét is, növelik az önbizalmukat és a magabiztosságukat. Ilyenkor ők egy ilyen feljebb való helyzetben vannak a kutyával szembe, és ilyenkor magabiztosságot tanulnak, ugye, hogy ilyenkor ők az erősebbek, tudják vezetni a kutyát, a kutya szót fogad nekik, mindig megy utánuk, segít nekik abba, amit kell, föloldja a gátlásokat, nagyon jól a gyerekek közül volt olyan foglalkozásom, ahol a foglalkozás elején a kislány rettegett a kutyától, nem volt hajlandó a közelébe menni, és a foglalkozás végére már lógott a hámján, és ment a kutyával mindenhova, és nem, egyáltalán nem félt tőle. Ahhoz, hogy egy kutya terápiás feladatokat is el tudjon látni, egy két lépcsős vizsgán kell megfelelnie. A felmérések során a viselkedését, temperamentumát vizsgálják meg különböző szituációkban, majd pedig csoportos foglalkozásra viszik, ahol már azt figyelik, hogy hogyan viselkedik a gyerekekkel, mennyire követi az utasításokat. Ha minden kritériumnak megfelelnek, akkor terápiás kutyaként elkezdheti a munkáját. A kutyás terápia nagyon jó hatást vált ki, és gyorsabban vezet eredményre, mint a hagyományos készségfejlesztések. Tanulási nehézséghez is be tudjuk őket egyébként vinni. Azt szoktuk mondani, hogy a kutya mindenre adaptálható, tehát mindent tudunk kutyásítani. Amikor bevisszük egy, például én gyógypedagógus vagyok az SN is óráimra, amikor valahol habilitálok, ott tudok együtt dolgozni másik pedagógussal, és akkor a pedagógus hozza az alapórát, ugye, és akkor én segítek neki abban, meg kitalálom, hogy azokat a feladatokat hogy tudjuk a kutyához adaptálni, hogy a gyerekeknek az óráinak kutya részt tudjon venni, és bele tudjon csatlakozni azokba az órákba. Tehát bármire, tehát lehet külön ilyen magánfoglalkozásokat is, egyéni foglalkozásokat, csoportos foglalkozásokat tartani a kutyával, tudjuk bevinni az óráinkra. De vannak személyi segítő kutyák is, amiket kifejezetten autisták, cukorbetegek és értelmi fogyatékos gyerekek mellé képeznek ki, és a nap 24 órájában mellettük vannak. Hatékony fejlesztést nyújtanak a nehézségek küzdő gyerekek számára, általuk megtanulnak beilleszkedni, kommunikálni, és mozgásra is ösztönzi őket, hiszen a kutyusokat sétáltatni is kell.